Szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket ezen a különleges mai este Iseszegen, az Iseszegi Érték Megőrzők estéjén, amit az Iseszegi Asszonykórus kezdett el teljesen hagyományosan és stílusosan. A mai kiállítás nagyon gazdag anyagával egy kis szelete életünknek, de a nagyon értékesek közé tartozik. Gyönyörűek, lélekelem emelőek ezek a hímzések, ezek a képek. Már csak azért is, mert akiknek az anyagát, munkáit láthatjuk, az ő családjuk alkották, és itt vannak most közöttünk. Településünkön élnek, és ez a legfontosabb. Amikor a múltunkkal szembesülhetünk, mert csak így ismerhetjük meg önmagunkat, így teremthetünk alapot a jövőnknek. Fehéregyházi Laci bácsinak a 80-as években még volt egy míves, szép katalógusa, amit én sajnos nem láthattam, Tóni bácsi biztos, és te is, mely a község díszítő népművészetének motívum kincseit tartalmazta. A gazdag anyag rajzolója, a sok-sok minta értője, az új díszítő elemek megálmodója, Surman Mihályné, az iseszegi íróasszony volt. Megtanulta a díszes virágokból formált tótbetűk írását, a gyárban, ahol dolgozott, az ebéd szünetében telerajzolta a kolléganői zsákvászon kötényeit gyönyörű iseszegi virágokkal, kéklő búzavirágokkal, pirosan izzó pipacsal, sárgán kalászt hányó búzával, fehéren villanó margarétával. Idős korára az iseszegi íróasszony, a művésznő, ahogyan ő nevezte saját magát, igen költői vénájú újságírónak, csak a művelődési ház kézimunka szakkörébe rajzolt már, csak remélve, hogy holnapra és holnap utára, tehát mára is megőrzik a virágaimat. És mit ad Isten, egyszer jött az Eszter, a nagy Eszter, de nem egyszer, mert tavaly szeptemberben jött, hogy igen, ő ezt nagyon szeretné fölvállalni, és úgy látja, hogy ez hiány itt is a Szegen. Én azt hiszem, hogy volt neki, vagy van neki egy háttere. Szülei nyomán így leírtam, beleszeretett és felvállalta az iseszegi hímzések felgyűjtését Valkony Antal Tóni bácsival, aki nem hiányozhat ebből a képből. Fölvették és fölvesszük ezután is mindazokat az anyagokat, amik elvesznének, hogyha nem lépnénk utána. Arról szól ez a gyűjtőmunka, hogy elmegyünk azokhoz az idős emberekhez, akik még bírják ezeket az értékeket, elbeszélgetünk velük, filmre vesszük, iskolások megígérték csoportosan, hogy le is írják ezeket az anyagokat, és azután egyszer csak közre tudjuk adni. És most nagy Eszter, azt hiszem, hogy a jövő vagy a jelen íróasszonya, ha lehet azt mondani, felvállalta a hímzőkör örökségének a bemutatását. Nem kevés feladat, nagyon nagy kihívás. Mondja nekem itt nap mint nap, hogy ez a két hónap is még nincs kész. Én azt mondom, hogy ha két év múlva készen lesz a teljes anyag, már az nagyon nagyszerű türelem, kitartás és szeretet. Ezt a szeretet szót hallottam már, és sokszor halljuk. Nagy öröm ez számomra, és remélem, most nézem, hogy éjjel mit írtam, és remélem, hogy mindenki gazdag és értékes anyag megéri majd a könnyomtatást. Amint elérünk ehhez a ponthoz, akkor abban a reményben fogunk itt találkozni, hogy megoszthatjuk önökkel képi formában és írott anyagban is ezeket a hihetetlen gazdag értékeinket. Én most nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Iseszeg kincsei hímzőkör kiállításának megtekintése alkalmából. Érezzék nagyon jól magukat. Most fölkérem Nagy Esztert, hogy mondjon egy pár keresetlen szót, és azután a csatangoló tánccsoport fog egy bemutatót tartani. Szép jó estét kívánok mindenkinek, és köszönöm szépen, hogy mindannyian elfogadták a meghívásunkat, és megtiszteltek minket ennek a kiállításnak a megnyitójával a részvételükkel. Beöltöztem,
Reggel voltam Joli néninél, ugyanis tényleg kincsek sorozatát kapom itt az elmúlt időben, és van egy blúz a kezemben, amit Surman néni írt ki, és Farkas Bözsi néni hímezte. Úgy szólt a történet, hogy én ezt ma felveszem, de sajnos nem sikerült, mert kicsit vastagabb vagyok, mint a ruha. Ezért kaptam egy ilyen gyönyörű szép pruszlikot, és stílusosan ebben leszek ma, és akkor én ezt ide is rakom. Azoknak az asszonyoknak a munkáit figyelhetjük, nézhetjük meg, akik óriási kincset adtak nekünk, és vigyáztak arra, hogy mi is megláthassuk őket, és ha esetleg valaki kedvet kap ezekhez a hagyományokhoz, akkor megtanulja, és esetleg ő is csinálja. Szeretnénk emlékezni arra a hímző szakkörre, amit annak idején Farkas Bözsi néni alapított, és számoltuk az időt, hogy körülbelül mikor lehet az az év, amikor ez megalakult. Tóni bácsival, papával, mamával, mindenkivel itt gondolkodtunk. Az 1970-es évek táján alakult ez az a hímző szakkör, és a hímző szakkörnek az volt a sajátossága, hogy nem csak hímeztek, hanem sok mindent más is csinál. Nagyon sokat színészkedtek, nagyon sok játékot, színjátékot adtak elő, ezen kívül rengeteget kirándultak. 44 asszony, hímző asszonyt írtunk össze, és azt mondta a mama, hogy igazából mindenkit külön-külön meg tudnék említeni, és meg tudnám mondani, hogy kinek mi volt a jellemzője. Amit megkaptam ezzel a gyűjtéssel kapcsolatban, ugyanis mindenki nagyon segítőkész volt, segített és támogatott, és ezt nagyon szépen köszönöm még egyszer, és akkor fogadják sok-sok szeretettel a csatagoló tánccsoportot. Szép is a Szeged körül világítani, megnézném, hogy kisétál a falukat, kivel beszél sejhaj a babának a kúkat. De szeretnék sejhaj az erdőben ma kiállításokat. És fogadják szeretettel Lexikon Attilát, bibliaoktatót, aki most segít nekem, és megnyitja a kiállításokat. Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy öröm itt állni már másodszor ebben a házban, hiszen egy szinttel följebb volt a könyvtárban,
Eszter első kiállítása. Utána a Gödöllön volt a második kiállítása, és ez a harmadik, ami egy kicsit már több, mint ő. Ez már igazából nem is az ő kiállítása, ez Isaszeg kiállítása. És itt egy kicsit utalnom kell a kiállítás címére. Múlt és jelen. A múltunk értékeit láthatjuk. De érték akkor marad, ha a jelenbe ezt az értéket bele tudjuk helyezni. Újra életünk részévé válik. Újra felkaroljuk, és a fiatalok számára is érthető módon tolmácsoljuk. Nem messze van innen Budapest. És van olyan gyermek Pesten, aki még soha nem járt erdőbe. Van olyan gyermek, amelyik nem látott búzavilágot. Van olyan gyermek, akinek a tehén lila. De ezekkel az alkotásokkal üzenni tudunk a városi embernek. Köszönöm ennek a közösségnek, hogy hülyen az ősök a múlt szelleméhez. Megint olyan tagok találhatók itt, akik forradalmian, merészen és világra szólóan hoznak létre valamit. Jó egy olyan közösség részeinek lenni, amelyik ilyen embereket ad a világnak. Ajánlom mindenkinek a figyelmében nem csak tisztelegni az ősök elé, nem csak végig gondolni a saját életét, hogy a múltját hogyan tiszteli, és mit hoz a jövője, hanem megnézni az újabb alkotások is, amelyik teljesen alapja és jogfolytonossága ennek az ősi hagyományoknak. Ajánlom mindenki figyelmében ezt a csodálatos alkotást, visszatekintést, kiállítást. Érdemes megnézni. Köszönet a bátraknak!